Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Gamer Pszichológia következő része. Ugye az előző videókban ajánlom mindenkinek figyelmének, ugorjátok el a csatornámra, és nézzétek meg őket. Beszélgettünk ugye a célokról és a hozzátársított érzelmi motivációról. A másik videóban beszéltünk az útról, amely ez célhez vezet, ennek a mienségéről, és most beszélni fogunk az akadályokról, amelyek ezen az úton vannak, mindazokról az akadályokról, amelyik bennünk vannak, és mindazokról az akadályokról, amiket mások állítanak fel nekünk, és a Warframe-nek például van egy ilyen része, hogy kitalálsz valami tök jó modolást, vagy kitalálsz valami tök jó ötletet, vagy megcsinálsz egy ilyen nehézséget egy ilyen Survivor-on, és akkor elmondod a haveronnak, de jó voltam, tök jó volt, tök jó birtokmodolás, hát nézzem, ez szar, ez hogy is értem, ismerős, ugye? Tehát sokszor van az, hogy valamiben jók vagyunk, és visszakapjuk ezt az utat. De még mielőtt konkrétan rátérnénk a témára, hogyha haladunk ezen az úton, érdemes kis célokat választani, kisebbeket, még a nagy cél előtt, mert akkor könnyebben beleivódik ez a gyakorlat, hogy mindig válaszunk egy célt önmagunkba, és könnyebben érjük el ezeket a lépéseket, és könnyebben tudunk haladni. Na de ezt egy akkori videóba kellett volna elmondani, most azért gyorsan kiállítottam magam. Nos, ugye beszélgessünk ugye ezekről az akadályozó tényezőkről. Az első és legnagyobb probléma az ott van, hogy szokták mondani, hogy a téged körülvevő 5 ember átlaga vagy. Ez azt jelenti, hogyha téged negatív emberek vesznek körül, akik csak azt táplálják beléd hátulról, úgy sunyiba, hogy neked ez nem sikerül, hogy béna vagy, hogy én jobb vagyok tőled, és a többi, akkor előbb-utóbb te is bealakulsz egy ilyen személyiségé, aki ugyanezt csinálja továbbá, ugyanígy is gondolkodik önmagáról. És ez az egyik ilyen akadályozó tényező, és az leginkább tényleg a körülöttünk lévő emberek. Érdemes megválogatni, olyanokkal játszani, vagy olyanokkal lenni az életben, akik gyakorlatilag nem visszahúznak, hanem felemelnek. Örülök a sikerednek, nagyon jól csináltad, tök jó, megmutathatnád nekem is. Tehát olyan embereket keres, akik már elérték ezt a célt, amit te kitűztél, és képesek téged pozitívan támogatni abban az utadban, de soha semmiképp sem olyanokat, akik még nem értek el semmilyen célt, és bármilyen célt próbálnál te elérni, valamiért ők visszahúznak. Sajnos az előfordulhat, hogy éppen a legjobb gamer társad az, akivel szoktál minden nap játszani, és csaptad össze méricskén az erődet, és hogy mindenre azt mondja, hogy szar, amit csinálsz. És ez nem feltétlenül egy jó megoldás neked. A következő ilyen dolog, ami ilyen akadályozó tényező lenne, és ebben a legnehezebb leküzdeni. Egyrészt természetesen az odavezető úton, hogyha beleütközünk a különböző feladatokba, habár, hogyha kis célokat válaszunk, a sok feladat, ami összegyűlik, az nagyon könnyű lesz legyőzni ezeken a kis célok által, de a legnagyobb akadály azok mi önmagunk vagyunk. Szóval, hogyha elkezdünk valamit, belefogunk valamibe, előfordul ugye, hogy sokszor abba hagyjuk, sokszor feladjuk, és pedig már lehet, hogy ott lennénk a cél előtt, 2 centivel, és éppen akkor adjuk fel, mert akkor a legnehezebb, és van a még durvább is, hogy ez nekem nem megy, nekem ez miért menne, és vagy ilyeneket mondunk magunknak. Ez sajnos ezzel az van, hogy nem feltétlenül a minket körülvevő emberek hatása, illetve mindenképp jön onnan és a minket körülvevő emberek hatására, csak az a baj, hogy ez egy ilyen beprogramozott momentum, ez egy ilyen beprogramozott dolog nekünk, és már akkor beleprogramozták a fejünkbe, amikor még gyakorlatilag járni sem tudtunk, és mi volt ez? Vigyázz, az forró, ne nyúj hozzá, azt nem szabad, most hallgassa, a fontos emberek beszélnek, ismerő szövegek, ugye? És tényleg itt van az egyik legnagyobb baj, hogy ebből az adott pozícióból sokszor magunk is megkérdezzük azt, hogy én nem tudom, hogy tudnám ezt megcsinálni, én nem vagyok vezérénység, miért hallgatnának rám, én nem tudom ezt olyan jól csinálni, mint az a másik gyerek, és egyféle harcot vívunk le önmagunkban azzal, hogy egy lelkünk akarja, de az agyunk az így azt mondja, hogy hát ez neked nem megy, és épp ez az, amin
fordítani kell, épp ez az, amin el kell hidd magadról. Nem, hogy a kell itt most egy olyan szó, ami nem egy kötelezettségre utal, hanem tud, igen, ez a jó szó, tud, hogy bármit, amit kigondolsz, meg tudod csinálni. A játék ez egy egyszerű módja mindennek, hogy ezt észrevedd magadban. Észrevedd azt, hogy például ebben a játékban, tudjuk fel Warframe-ben, beleöltél egy csomó órát, elértél egy ilyen státuszt ebben a játékban, ami nagynak számít, és hogyha ezen az úton, amíg oda jutottál ebben a játékban például, ha nem vetted észre azt a mennyiségű eredményt, amit elértél, akkor valami nem stimmel, akkor vak vagy. De ez ugyanígy működik, ugye az életben is valahol, tehát tudd, hogy akármit kigondolsz, el fogod tudni érni, és ne hidd azt igazából, hogy könnyebb elérni ezt a dolgot, mint az élet. Tehát igazából mész Warframe-ben is egy csomó időt eltöltesz, ugye, ez igaz, egy csomót kitaktikázol, így csináld, úgy csinálsz, egy csomó óráig bennmaradsz egy Survivor-on, hogy megkapd azt a kedvenc fegyvert, azt a kedvenc Prime alkatrészt, és tényleg, hogy összeírod ilyen modalás, oda, olyan modalás, fölmész netre, megcsinálod, mennyi kutatómunka és mennyi játékidő van mindez mögött, és élvezted. Élvezted az utat, hogy oda mentél, és valamiért, amikor ezt csináltad, sosem volt az, hogy én ezt nem tudnám megcsinálni, és ez az a pillanat, amit meg kell ragadni akkor, amikor valamiféle kihívás előtt állsz, és körbevesznek azok a személyek, akik visszahúznának, körbevesz a saját gondolatod, hogy neked ez nem megy, de igen megy, szóval ez jobb, hogyha elfogadják az emberek önmagukra, de jobb, ha elfogadod önmagadra, hogy neked ez megy. Ennyi. Tehát bármi, amit kigondolsz, menni fog. Valahogy így van összerakva az ember, ilyen az evolúciója, amit az ember elgondol, annak mennie kell. Az egyetlen akadályozó tényező, azok mi magunk vagyunk, és senki más igazából. Lehet, hogy befolyásol minket a környezet, és adja alánk a negatív lovat, de mi magunk vagyunk azok, akik eldönthetjük, hogy részt veszünk ebben a lovaglásban gyakorlatilag, vagy kizárjuk az összes tényezőt. És ezután jön a legdurvább, amikor mindezeken már túl vagy, jönnek az intelligensebb emberek, akik nagyon kifinomult módon tudnak érzelmileg zsarolni azzal, hogy neked ez nem sikerül, és olyan szintű súlyokat raknak a lábadra, magyarul olyan szinten próbálnak motiválni, hogy te add fel, mert hogy neked ez nem megy, de... Ilyenkor jön a kisebb céloknak a szerepe. Hát már majdnem itt vagyok, akkor még ezt megcsinálom. Akkor majd még azt is megcsinálom, azt mégis megcsinálom. Ezek lesznek azok, amelyek átsegítenek azon a vészhelyzeten, hogy ne hallgass ezekre az emberek. És nagyon fontos ilyenkor, amikor megkapod a legnagyobb pofon jön ilyenkor, hogy már éppen ott vagy a célodnál, érted? Már éppen ott van az, és akkor jön valami, tehát mondjuk... Ben vagy egy órája a Survivor-on, és ez most sajnos egy gyenge példa a maga valóságához képest. Nagyon jó órája a Survivor-on, és 1 óra 20 percnél dobnál ki azt a szarint Jace-t, most mondtam valamit. És akkor tudod mi lesz? Megszakad a haverjaidnak a netje, és mind a hárman is lekapcsolnak, és te maradsz ott egyedül. Tehát ilyen szintű akadályok fognak a gördüli más személyek... más személyek által, vagy éppen önmagad által, tehát vagy éppen csak a külső sorsnak nevezett dolog, egy ilyen akadály gördít eléd például, és akkor ott tesz és piszlok, mondjuk, ez meg 1 óra 20 percnél dobnál a szarincsézést, tudnád, hogy 1 óra 20 percnél dobja a szarincsézést, tehát ebben biztos lennél, és éppen bennmaradsz, őt mind a háromnak megszakad a netjekig vele volt, és ott maradsz egyedül. És így, jártam egyszer így Drakon például, és hál' Istennek egy olyan frame volt nálam, hogy a halál mindegy is lett volna, lehoztam rakott, szóval lehet azt a játékot kéne berakjam, na mindegy. És gyakorlatilag ez lesz, lesznek ilyen akadályok az úton, ilyen kemény akadályok, és akkor kell lenned a legerősebbnek, és azt mondom, hát már majdnem ott vagyok, mit veszítek, hogyha már meglépem ezt a célt? És így szépen lassan rájössz, és így kinyílik egy másik gondolkodásmód, egy másik világ előtted, és elkezded valahol máshonnan szemlélni az embereket, elkezded látni azt a negatív öntetet, amit szoktak beléd önteni, és mindez azért van, mert már
kezdesz végigmenni az úton, kisebb célokat elértél és megerősödtél úton útvélen, és amikor jön egy ilyen, hogy neked ez nem sikerül, levakarod a válladról, szia, next please, olyan embert keresek, akit képes velem haladni és jönni és csinálni ugyanezt a célt, vagy éppen hol nem szarom le, hogy mekkora akadály gördül elém, tudom, hogy meg fogom tudni csinálni, ez nem gond. És minél több kis célod van a nagy cél felé vezető, annál erősebb lesz, és annál inkább látni fogod, könnyebben észre fogod venni mindazokat a negatív hatásokat, amelyel körbe akarnak venni, és ki fogod tudni őket zárni. Remélem tetszett a videó, és hát a következő videóban még ki kell gondolkodnom egy kis dolgot, de valószínűleg arról fogunk beszélni, hogy hogyan adjunk az embereknek vissza valamit, amit tőlük kaptunk. Ja, de nagyjából ennyi. Lett volna, remélem tetszett a téma, írjátok le a véleményeteket, nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről az egészről, már ha eljutottatok eme videói végére. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!